Hello, hello, sziasztok! Én Démon, és visszatértünk egy kis szellemvadászattal. Előző részek annyira jól mentek, hogy muszáj megismételni a sikert. Ó, ide kirakják a képeimet, de jó. Egész jó. Egész jó. Ja, bocsánat. Valami bujkál bennem egy kicsit. Szóval egész jó paranormál fotós lennék. Bár ez akár egy gamer csendéletnek is elment, de... Elég érdekes. Dobál húsdi. Na most hátrébb jöttem. Az majdnem megvolt. Nincs hang. De még mindig halk vagy. Na csak te nem hangosítottál föl. Na, hát neki is vágunk akkor egy jó egyjátékos módnak. Hát mivel nem tudom nagyon vásárolni magamat, így fogunk menni továbbra is. Maradunk ennél a kis háznál. Vagy menjünk nagyobb házra. Ez épp hogy csak nagyobb. Ugye? Ja, három szobában van több. Na, bevállaljuk, megcsináljuk. Elkapatjuk magunkat a szellem. Elkapjuk a szellemeket. Meg lezúzom a telefonom. Jó, lassan tölti be azt a plusz három szobát. Kemény volt. Na. Felvesszük a kulcsot. Felvettük a kulcsot. A célkeresztet nem lehet valamivel fényesebbre állítani, mert egyébként 80%-ban nem látom. Veszünk fel egy lámpát. Meg egy ilyen csodálatos 4K-s panaszkodik kamerát. Lancaster. Ó, nagyon jó, akkor nekünk válaszolni fog. Tehát ha csak olyan embereknek válaszolnak, akik egyedül vannak a szobában, akkor nincs baj. Jó. Dorothy Lancaster. Ez az egy kamera van. Húha! Ezt lehet, hogy bevállaltuk ezt a házat nagyon. Láttam videóban, az egy elég nagy ház. Jibaszki. Ott a
villany. Hát igen, tehát ott a kicsi Dorothy, nézzétek milyen szomorú. Itt is varrónő volt az asszony. Úgy látszik, ez itt valami mainstream állás. De meg kéne találni. Hibája? Tegyük át. Kapásból. Kamerát. Hát, így látunk szellemgömböket. Szerintem itt a Spice-ban gyilkolt. Mint az oroszok. Főleg, hogy ez nem Spájc. Na mindegy. Mondj, baba. Szólatok, ha látok szellemgömböket, mert én nem látok. Egyébként, ha lekapcsolom a lámpát, jobban működik a kamera? Hát egy kicsivel. Ez így a legijesztőbb. Jó napot! Furcsa gömböket keresünk. Nem kell aggódni. Ó, de legalább a villanykapcsoló táblát már megtaláltuk. Van egy olyan taktikai ötletem, hogy elváltok a lámpáról, felkapcsoljuk itt a lámpát, és látjuk, hogyha visszakapcsoltuk, akkor visszajött az áram. Elképesztő zsenialitások. Voltunk bent az előbb? Az ott egy koponya, ha jól látom. És jól látom. Ezt lehet szellemgömböknek venni? Határozottan nem tetszett neki, hogy megtaláltam a kis koponyáját. Na, kamera lehelyezve. Akkor most kiszaladunk egy-két dologért. Ilyen fényképező, kis mesekönyv, meg hasonló. Bár a lovat nem tudom még honnan szerezzük, de majd meg lesz. Ahhoz képest, hogy egyébként majdnem szívromot okozott, csak egy fele akkora izét. Na, kell a gép. Bevisszük a könyvet. Várjál, nem a könyvet. A könyvet egyelőre itt, hogy bevisszük ezt a kinektet. Itt kell fordulni. És ezt a kinektet ide föl is szereljük a falra, tehát ha itt mozgásba rendül, akkor ezt kamerán is látni fogjuk. Hopp. Lefotózzuk a koponyát, majd összegyűjtjük. Nagyon jó. Elméletileg van még egy kis időnk, hogy le tudjuk csekkolni a szellemgömböket. Átváltunk kamera kettőre, éjjel látó módban van.
Nem járt az idő. Őszinte legyek, én nem látok szellemgömböket, se semmi hasonlót, bár nincs is aktivitás. Jó. Akkor további dolgokat fogunk lehelyezni. Mint például ezt a telekommunikációs eszközt. Ez a telekommunikációs eszköz, ez ide simán jöhet. Mivel meg behelyezzük a szobájába. Hát rajzol nekünk valami szépet, érted? Jó Narutót így oda pingál, vagy valami. Golyó Hunter, köszönöm a követést. Bocsánat, kicsit lemaradtam. Fölvesszük ezt is. Bekapcsoljuk, és akkor fölvesszük ezt. Az ajtóhoz most ugye elméletileg hozzáért. Úgyhogy hát, ha találunk ott valami jelet. Ja, az a repülő kezem, jó. Jött már a lámpáért, így azt mondja, túl sok a fény. Ó, itt is van egy szoba. A fürdő. Nem pislantott, az egészen biztos, mert nem húzta le. Vagy csak nem húzta le. Nem pazaroljuk azért a vizet. Jó, hát akkor nézzünk egy EMP aktivitást. Ez egy erős ötös volt, nagyon jó! Akkor ezt mehet is ki a kocsiba. Kicsit átszerkeztem a csetet egy pillanat, és akkor jobban fogom látni, ha jön rajta valami. Ezen még mindig nem látszik semmi. Na. Ugye most két fajta lámpa van rajtam. Na, rajtam, nálam. Rajtam is lehetne. De nem. És akkor bizonyítéknál egy MF 5-ös volt. Lenyomált szellem, írás, vagyos hőmérséklet, spirit box. Vagy a DOX projektor. Hát, többivel még nem nagyon jeleskedett, de mindjárt elkezdjük hergelni. Illetve hát megnézzük, hogy a könyvre reagált-e. És akkor majd azok ahhoz képest fogjuk hergelni. A telefon azt tudja használni. Írt a könyvbe is, nagyon jó. Egyszer ilyen jól még nem ment a vadászat. Jövünk egy kicsit a fényre. Így. Volt szellemírás is. Lehet spirit, árnyék vagy myling. Bocsánat, nem ezt itt akarjuk megnézni.
Mi kell ahhoz, hogy a spirit lebukjon? Spirit box. Megnézzük a kis kínai szellemet, a Mai Lünget. Neki új lenyomat kéne. Most a telefonhoz is hozzányúlt, hogy akár új lenyomatot is tudunk keresni, ez nagyon jó hír. Nagyon jó, és mi volt az utolsó? Árny. Na, ezért álltunk idekint. Még mi itt okoskodunk, addig ő lebaszta a nem, csak a lámpát baszta, de a biztosíték tetszett neki. Viszont simán ki akart zárni minket a kis rohadék. Kicsit nem figyelek hozzám, rám baszta az ajtót. Na. Tehát akkor az árnynál jártunk. Fagyos hőmérséklet. Tehát az új lenyomatot és a spirit boxot tudjuk vizsgálni. Van-e nálunk más? Nincs. Nagyon jó. Akkor fölvesszük a spirit boxot. De most hol vagy? Hogy hívták Doroti? Kasz, kasz. Jó, keressünk inkább új lenyomatot, ez egyszerűbb. Hol a telefon? Lehet, hogy így nem lesz jó. Ó, arra van valahol. Doroti, hallasz engem? V, jó. Doroti, adj nekem jelet. Ó, reagált a szerenboxra, szerintem ez az. Vagy nem tudom. Igen? Van le lehelletem? Kapcsoljunk villanyt, hogy jobban látjuk. Szerintem nincs lehellet. Vagy ebbe a szobába? Itt volt lent, és akkor... De most fogadjunk, hogy kiment innen. Új lenyomatot szerintem nem hagy. Tőlebb kéne menni? Kapcsolgasd a lámpát. Anyád! Jó, most elkapott egy kicsit. Nem akar velem jól kijönni, én úgy érzem. Pedig én még nem is vagyok veszélyes, az utánam lövő csapat lesz az. Doroti, hány éves vagy? Mondjuk egy ilyent kérdezni egy nőtől, de tuti, hogy meg is ölne. Álljá, akkor kimegyünk. Azt kihúzzuk, amit tudunk. Szerintem nem hagy új lenyomatot. Úgyhogy azt ki tudjuk hozni, azzal el fog tűnni valamelyik. Bizonyítékok. Nincs új lenyomat. Marad spirit meg ány. Mi kellett a spirithez? Ahhoz meg hőmérséklet kellett, mi? Nem, spirit box. És én szerint...
Igen. Nálunk az előző részekben valahol voltány, és szerintem egyébként semmit nem csinált. Spirit Boss-ra meg szerintem egyébként reagált. Igen. Hogy én az új lenyomatot húztam ki, és ő vette ki a Mightlinget. Én szerintem Spirit. Vagy az, vagy nem az. Nekem úgy tűnt, hogy reagált egyébként. Mindjárt, doppergést. Dürürür. Spirit volt. Ah, ennyi, megvan, elfogtuk. Két feladatot teljesítettünk is. Elég olcsó mostanában az emberi csont, csak 10 dollárt adtak érte. Mi lett a világa? Be ezek, ha egy vesét találtam volna, akkor kapkodtak volna érte. És már külön számolt épület előtt eltöltött időt, az jó. Na, ez megvolt. Mennyi pénzünk van? Százharmincunk van. Mit lehet vásárolni? Mit érdemes vásárolni? Egy hőmérő. Az mondjuk lehet, hogy nem lenne rossz. UV lámpa van, videóká... van. De igen, ezek meg a küldetésekhez kénének. UV rúd. Felkamera. Öngyújtó. Az öngyújtó az valami hasznos tárgy legalább. Jó, egy jó kameraállvány, az se lenne rossz egyébként. 4 egy hőmérőt vásárlunk. Ez mindenféleképpen fog kelleni. Veszünk egy feszületet is, mert az is előbb vagy utóbb fog kelleni. Illetve ez a só az, veszünk kettőt is, amit gyakran szokott küldi bedobálni, úgyhogy lesz. Hozzá is adjuk. Feszületet nem adom hozzá, egy só jöhet, meg egy hőmérő. Nagyon jó. Kiválasztunk valami fasz a szobát, ez még két szobával több. Ez továbbra is. Aha. Ez csak 11 szoba. Van nehéz, remélünk. Vagy haladó? Van haladó szint is, jó? Nem kell egyből. Ja nem, ez a kettő van. Amatőr meg haladó. Kezdésnél nincs állam, az kemény. Ó, hogy vannak? Vannak kimondott búvó helyek. Érdekes.
Jó, szerintem maradjunk egyelőre az amatőr szinten. Én nem érzem magamba az erőt, hogy ezt egy nagyobb szinten is így le tudnánk vadászni. De megpróbáljuk. Ja, ez a tréninges ház, nem? Vesszük a kulcsot, a lámpát, ugye a kamerát. Nyitjuk az ajtót. Kapcsoljuk a kameráját. Kameráját, azt. És akkor nekifutunk. Nyílt az ajtó. Szépen elkezdjük így átnézni kamerával. A helyszínt, hát ha így is ki lehet szúrni. A szellemgömböket. Nem néztük meg a nevét. Mindegy, úgyis megyünk még vissza. Új, itt elég érettség ez a ház. Új, gardrób, széffel. Úgy érzem, hogy ő ilyen pince szellem lesz. Nagyon látok sehol szellemgömböket. Erre, mint a csámcsogna. Jó, hát nem maradt hátra, mint a pince. Kísérteti ilyen hintaszék. Nem találtunk csontot, vagy igen? Vak lennék? Jó, mindegy, akkor a kamerát egyelőre lehelyezzük egy központi helyre, ahol majd tud figyelni. Hát, és akkor mit hozzak be? Aha, itt már van egy leugró. Igen, ezt én nyitottam ki. Ha jól emlékszem, remélem. Egy ilyen szekrényben lenne a csont. Ezt te jól tudják csinálni. Bele liheg a fülembe. Hát még jó, hogy összekakilom magam. Kis csak cipő. Jó, szerintem akkor arra a taktikára váltunk, hogy behozzuk
A MF-et. Igen, majd nézzek rá, hogy valahogy lehet-e erősíteni a célkeresztnek a kinézetét. Behozzuk az EMF-et. A küldetések hogy hívják? Ten Nyúr. Nyúri? Úristen, ezt a nevet én ki se tudom ejteni. Hát jó gyertyát pont nem hoztunk. Fotózz le a szellemet. Houston. Azt hiszem, van egy kis baj. Sókupacon kell, hogy elsétáljon. Azt talán menni fog. Megszereztük. És akkor elmef. Ugye itt ijesztett meg minket, ide tesszük. Hú, tehetünk többet. Mondjuk logikus, tehát... Hopp! Rossz gomb. És melyik ajtóval játszottál? Mindegy, tessék belelépni a showba. Azt oda letesszük. Bízik, hogy ezzel sikerül-e valami jelet fognunk, hogy merre lehet. Nem, a dotot behozzuk, mert ha a folyosón van, akkor látjuk, ha azon a folyosón van, ami megijesztett. Ha nem, akkor majd pakolgatjuk ezt, a, megint olyannak leszünk, mint a izé. Menni a showba, rohangálunk, azt csinálunk dolgokat. Egy gondos szellem megfürdik. Igen, ó, hát ez egy bizonyíték. Ó, az is egy bizonyíték, nagyon jó. Eddig jól állunk. Bizonyíték téren. Nem néztük meg, menjünk vissza. Itt van egy kettes jelzésünk, és csak ennyi. Erre semmi. És erre se. Szóval az a szoba lesz a target, a fürdőszoba. Hát is tesszük, szerintem. Ó, milyen jól bevilágítja ez, igen, na ez így kéne működnie mindig. Elment. Picsába. Nem erre jött. Még valamelyik át tud menni a falakon, úgyhogy mindegy, hogy merre ment. De annak nincsen lábnyoma, úgyhogy ez nem olyan. Akkor lövünk pár sikeres fotót.
Lábnyom. És ez is. Na, továbbra is itt van bent. Hozunk egy könyvet, be is zárjuk addig. Nem menj sehova. Na, nincs nálam hely. Jó, akkor kivisszük a képet, behozzuk a könyvet. Akkor meglássuk, hogy mi lesz. Hello, hoztam neked egy kis szórakoznivalót. Használd egészséggel. Oda tudjuk rakni a kamerát, az ugye jó lesz. Próbáljál írt nekünk valamit? Nem. Itt van még egyáltalán? Nem, most nincs bent. Még ugye új lenyomatunk, illetve spirit boxunk. Megyünk először a spirit boxba, ezt le kéne rakni. Az a baj, hogy nem tudjuk kizárni az elmefet. Szerintem. Hogy hívták? Ben? Brandon. Brandon. Ez tényleg nem fog menni. Brandon, hallasz engem? Itt minden rendben. Brandon. Miért nem lehet téged is valami normális teven hívni, mint mondjuk Jean-Claude Van Damme? Brandon. Ide nem jár. Jó, hát ezt egyelőre... Hopp. Így itt hagyjuk. És akkor keressünk új lenyomatokat, még gyorsan. Egy hőmérséklet ellenőrzéssel ártana tartani. Ott volt egy pillanatra. Minden ugyanolyan. Arra sem nagyon járt.
Na ez lesz majd az ágy, már nagyon nem aktív. Ó, látszik kamerán. Ó, és az, ez viszont jel. Mert látszódott a doton is. Illetve hát ezért nem a kamerán játszódott, hanem látszódott a doton. Nagyon jó. Nagyon jó. Megvan az első nyomunk. Dot. Így kapásból nem ülhet ány. Nagyon jó. Szerintem új lenyomat nincs. Szellemírást is kihúzhatjuk. És a szellemgömböt. Akkor vagy egy elme fölött, vagy a Spirit Boxra kéne reagálnia. Várjál, akkor valamit rosszul húztunk ki. Ja nem, a fagyos hőmérséklet is itt játszik. Akkor Oni. Kihúzzuk akkor Lidért. Spirit Box Lidért. Felmekre megy, mind a kettő reagál. Tehát igazából az elfmérő felesleges lesz, mert hiába pipáljuk be, akkor is ott maradnak. Tehát vagy fagyos hőmérsékletet kell néznünk, vagy Spirit Boxot. Jó. Akkor ennek fejébe haladunk tovább. Hozunk egy fasz a hőmérsékletmérőt. Bocsánat, egy lámpát kéne kapcsolni ettől függetlenül. Most meg zuhanyzik. Ez egy nagyon-nagyon tisztálkodó szellem. Brandem, hallasz engem? Hány éves vagy? Tényleg így hívnak? Halló? Brandem? Mert egy kicsit hideg van. De hogy... Ezt azért nem hívnám fagyos hőmérsékletnek. Brandem? Brandem, itt vagy? Mi a fasz pakolgat? Rendem, haló. Tudja, hogy nem így kell ejteni a nevét. Rendem. Rendem, haló, haló. Rendem, ha itt vagy, adj egy jelet. Rendem. 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 Adj egy jelet. Itt a G20LT1-es modell ember-démon kommunikáció. Kérem, válaszoljon a hívásra. Ó, itt van! Jajjaj! Jajjaj! Meg akarja halapni a picsám! Á! Futás! Köszönjük a reakciót. Ja, ne legyünk parasztok. Brandem, köszönjük válaszát. Üzenetet rögzítettük, a kívánt féleknek átadjuk. Viszontlátásra. Jó, és hát akkor békén hagyjuk. Hagyj tusoljon, szegény öreg. Így, né? Az ajtót becsukhatjuk. És akkor a Spirit Boxra lelátták Lidért. És ott van!
telibe bent van. Az egyik fotó nem számított izének. Hát így ugyanannyit kaptunk. Ilyen biztosítás. Valakinek ilyen van, családi szellem biztosítása. Két darab jelenségben megtaláltuk, az mi durva. Vadászatot nem tartott. Lehet, hogy följebb kéne állítani a nehézséget. Megbaradt a sóunk is, a feszületünk is, és a hőmérőnk is. Nagyon jó. Na most mi legyen? Jó, gondolkodom. Szerintem följebb veszük a nehézséget. Ó, itt is lehet pénzt szerezni. Teljesítse a feladatot 5 alkalommal, de már 4 megvan. Szerez 50 dolláros utójutalmat. Azt így egyesével? Nem kaptunk, nem számít válaszkapásnak a Spirit Boxon. Ó, ez fura. Na, akkor egy játékos. Vegyünk-e gyertyát. Vásárlás, vegyünk egy gyertyát. Max elhagyjuk. Ja, várjál, a gyertyához kell az öngyújtó, mi? A gyertya 15. Jó, nem veszünk gyertyát, az túl sok dolog lenne, hogy csak azért, hogy megcsinálják egy feladatot. Még külön két itemet vigyek. Hőmérő. Nagyon jó. Megbízás. Ez a ház, ez tetszetős. Viszont megpróbáljuk akkor haladóban. Remélem, hogy valami értelmes nevű. Két és fél perc a felkészülés. Van feszületünk is, nagyon jó. Ide mondjuk már lehet, hogy kellene is fog. Russell Willems. Willems. Neki válaszol. Jó. Szokásos szöveg, nagyon jó. Havazik kint. Nem túl jó. Viszünk lámpa és kamera. Ja, jobb klik. Jaj, ez irányzékot nem...
Acho que irá, hein? Kopásból nyitva várnak minket, tehát itt szeretettel látnak. Vagy futva hagyták el a házat. Ez is egy opció. Egyelőre eddig tiszta. Szellemgömböket se látok. Lehet, hogy túl gyorsan haladok hozzá. Vagy nincsenek, igazából az is lehetséges. Eddig szellemgömböt nem nagyon láttam. Ilyen már... Achievementnek érzem, hogy lássak egyet. Az meg hóesés. Na, ott is vajon csak hóesés? Mint ha valaki barkácsolna. Jól látom, csont megint nincs. És szemüvel lent lesz, szerintem, igen, itt van lent a kapcsolótábla, így szerintem maga a szobája lent nem lehet akkor, illetve hát illogikusnak tűnne, hogy abba a szobába a legerősebb, ahol a... Nem szóltam, srácok, nem szóltam! Raktam le. Jó, hát ez egy elég nagy bizonyítéknak tűnik itt nekem ahhoz, hogy... Vilgánk urat itt hagyjuk. Mik a küldik? És is meg a szellem közeli területet füstölővel. Jó, érdekel, hogy kísértet, elfújjon egy gyertyát. Igen, tajál MF mérővel aktivitást. Jó, ezek menni fognak. Na, viszünk egy ilyent. Nincs jó helyen az a kamera. Igen, van egy üres szlotunk. És akkor viszünk egy könyvet. Ezek olyan otthagyós dolgok amúgy is. A fényképezőt akartunk, hogy lefotózzuk a bizonyítékot, mert az plusz pénz. Esetleg. Egyelőre a könyvet hagyom itt. Na, meg lett.
akkor szerintem ez így jó. Ezt a kamerát elveszem innen, és mondjuk annak a hordónak a tetejére rakom. Így jó lehet. Be se teszi. Na, megvan. Nagyon jó. Erről a pentagramláról meglövünk egy képet. Nagyon jó. Hopp, túlsétáltam. Visszük a könyvet. És mondjuk az EMF mérőt. Akkor így az EMF mérővel a kezünkbe sétálunk. Bárhogy tol egy kis aktivitást. És valószínűleg tol. Nem tol. De a könyvet. Szóval neki egy teljesen jó hely. Még kell legugolnom ahhoz, hogy izé le tudja rakni a földre. Uha. Elég rendetlen. Jó, EMF aktivitás volt. Nem ötös, de volt. Fönt volt a garázsba, illetve valahonnan onnan érzékeltük. Ez nem biztos, hogy ott volt. Tudunk keresni még hőmérsékletet, ujjlenyomatot és a Spirit Boxot. Elfelejtettem a nemét, ami Wilgrams volt. Russell. EMF mérővel megpróbáljuk belőni. Füzetbe egyelőre nem írt. Hármas, négyes.
Ott van. Oké, EMF 5-ös nincs. Russell, te vagy az? Mondj nekem valami szépet, Russell. Most Hessel. Egyelőre ide lerakom, felhozzuk a könyvet, mert ilyen konyha izébe mozog. Russell, itt vagy? Russell Wilgams. Halló? Egyébként kinézetre ányra hasonlított, hát mit tudunk csinálni? Hőmérséklet is úgy lenyomat. Nézzük. EMF 5-ös az nincs. Szellemgömb. Dot projektor. Nekem egy olyan érzésem van, hogy egyébként szellemgömb sincs. Russell, itt vagy? Hallasz engem, Russell? Russell, adj nekem jelet. Russell, hány éves vagy? Eddig ebbe a körbe ez a szúnyogriasztó, vagy szúnyogfogó volt a legijesztőbb. Jó. Négy fok. Szerintem itt van kint a konyhába egyébként. Russell, itt vagy? Adj nekünk jelet. Lehetőleg ne azt, hogy megölsz. Jaj! Futás! Russell... elkapott. Szakállas bácsi volt.
Lehet, hogy olyan Mikulás. Ugye 8 pont, meg a nehézségi szorzó. 23 dollárt kerestünk. De nem, volt egy feladat. Úgy kerestünk. 10 XP-t szereztünk, ezzel 3-as szintre léptünk. Hú, hogy ezek eddig csak a kisméretű helyszínek voltak. Oh! Elnézést kérek. Hogy nem figyeltem, hogy mi volt. Vagy esetleg, ha valaki van olyan kedves, írja meg, hogy mi volt. Semmi nem jött vissza, ebbe ez a szomorú. Próbáljunk meg egyel kisebb házat. Ugyanez a haladó nehézség. Megint van 123-unk. Vásárolunk egy hőmérőt. Sunk még van. Beszélek, meg még ott van. Jó. Só. Hőmérő. Oké, és hát akkor vágjunk is bele az újabb kalandba. Hajrá! Nézzük. Viszünk egy kamerát. Egy zsemlámpát. Kulcs. Kinyitjuk az ajtót, és szerintem rögtön visszajönünk valami. Jó. Robin Watt. A neve. Mindenkinek válaszolós típus. Nem tesz kivételt. Ajtó nyitva. Szerintem ezt hozzuk még elsőre. Újabb jel, hogy rossz helyen vagyunk, itt is tárgyalókkal fogadnak. Ez egy bensi. És ő most itt fog nekem énekelni egész végig? Nem. Most kimegyek, beütöm a bensit, kíváncsi vagyok. Ez egy 0 forintos kör lesz, vagy dolláros kör lesz, de engem baromi érdekel.
Yeah. Nulla. Izé nélkül. Hogy így is hazamegyünk, hogyha nem tippelünk. Rajtjuk. Hát igen, ez tényleg gondolálós lett. Jó, akkor ez így nem válik be. Ez egy érdekes találkozás volt egyébként. Visszamegyünk ide. De hogy ennél nagyobb bizonyítékot nem is találhattunk volna egyébként. Kulcs, kamera. Dot. Nyit. Jack Norris. Majdnem olyan, mint Chuck Norris. Oké, ajtó nyitva. Van egyáltalán olyan, hogy Banshee? Tehát, vagy ezt csak én találtam ki? Ott van Banshee, jó. Nem az volt egyébként. Ez jó, kezdődik, már itt kinyílt az ajtó. Melyik ajtóval játszik? Nem ezzel. Pince ajtó csukva. Ide vezet minket. Gamer szobába. Keressük a földön a jeleket. Nincsenek jelek. Még van ide fönt egy garázs, azt átnézzük. Szelepgömböket nem látok. Vagy csak nem veszem észre. A villámhálózat újra fölkapcsolva. Hát, srácok. Csak nem a nappali az. Ugye csak felületesen vizsgáltunk át. Akkor lent van a pincébe. Ugye a pince felénk nyíló ajtó. Úgy lesz arra a lépcső. Meg kéne csinálhatni, mert ez így nem állapot.
Hát, ugye, kurak. Fogalmam nincs, hogy hol van. Mint az előbb a kamerán hullott volna a hó, úgyhogy lehet, hogy vannak szellemgömbök. Ha? Konyha, garázs. Egy fürdő. Valamit nagyon rendezkedik. Kapcsolunk villanyt, és valahogy így letesszük a kamerát. És egyelőre ide tesszük föl a dotot. Egészen biztos, hogy itt a konyhába van, ahogy itt randalírozik. IMF mérő is izét viszünk. Spirit boxot, mivel a spirit boxot le tudjuk rakni, úgyhogy be van kapcsolva. Újjunk egyet. Kinyitjuk ezt az ajtót. Most valami egyszerű neve volt, de elfelejtettem. Valami Norris. Jack Norris. Na, ah, megvan. Itt van spirit aktivitás. Hop, 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 ott van. És szerintem ez a dotnetre reagál. Nagyon jó. Ez egy bizonyíték. Viszont így most nem láttam, hogy meddig szalad föl. De így. De jó a megérzésünk, ott van az előtérben. Tehát azt már tudjuk, hogy dotnet pipa. Az EMF mérő szerintem nem ment föl 5-ösig, de ebben nem vagyok biztos. Új lenyomat nem néztük, szellemírást még nem néztük, úgyhogy szerintem kezdjünk el ilyeneket nézni. Ja, a Spirit Box. Spirit Boxot le kellett volna ott rakni. Mert ha ő önszántából kíván velünk kommunikálni, nekünk az is jó. Egyébként, ha meg itt átváltunk, akkor lehet, hogy látunk is valamit. Bevisszük a könyvet,
ezt egyelőre itt hagyjuk, meg az új lenyomatkeresőt. Mivel itt láttuk, ide tesszük neki a könyvet. Beszélt. Szerintem a Spirit Boxon hallottuk. Ami egy újabb bizonyíték. Spirit Box. Beszélget. Úgy lenni a matot nem látok, szellemírás nem történt. Ki kell jönni még a hőmérséklet mérőért. Jó, szellemírás nincs. Hát csak három van. Megnézzük, hogy mi kell hozzájuk. Szellemek Lidércnél. M5. Ez szerintem nem valósult meg. Fantom és Jokai. Spirit Box. Új lenyomat, de az új lenyomatot nem kihúztuk. Nem húztuk ki, csak nem találtunk, jó. És akkor Jókai. Szellemgömb. Hát igen, itt jövünk bajba. Mert akkor ugye a Lidésznél elme. Mert öt, ez az egyetlen olyan, amit mérni tudunk. Szellemgömb szerintem nincs. Nekem van egy is olyan gyanúm, hogy nincs szellemgömb. Azt kihúzzuk. Lidérc is fantom maradt. Ugye az egyik Lidérc az EMF 5, a fantom pedig új lenyomat. Nagyon jó. Valamelyik a kettő közül lesz. Én az EMF-re reagált eddig. Ja, egy lámpát azért kapcsolunk. Jack, hallasz? Adj nekem egy EMF-5-öt. Miért nem? Gyerünk, Jack! Legyünk barátok! Hello! Hány éves vagy? 5 vagy? Dark, sötét? Azt mondod? Semmi baj! Ott volt. Nem láttam, hogy meddig megy ki az elme. Keressünk új le... Nem sikerült volna kiáltálnom, elkap. Az elme mérő ki... Legalább reagált valamire. Új lenyomat nagyon nincs. Tippeljük be az EMF-et. Ezt menjünk innen a picsába. Lehet, hogy elérte már az ötöst, vagy ki lehet belőle kényszeríteni az ötöst.
De szerintem új lenyomat nincs. Így a lidérc marad. És meglátjuk, hogy fölnevezettük-e magunkat valami jellel, vagy sem. Kopogó szellem volt. Hát akkor nagyon félre mentünk. Nem baj, nekifutunk még egyszer. Megnézzük, hogy mit tud ez a koponyogó szellem, milyen bizonyítékokat kellett volna találnunk, vagy mi az, amit félrenéztünk. Kopogó szellem, Spirit Box, új lenyomat, szellemírás. Szóval szellemírás. Na jó van, most kivel állunk? Gracie. De az biztos legalább, hogy legalább bizony nem volt szellemgömb. Egy ajtó megint nyitva vár minket. Egy újabb szellem, ami szívesen lát bennünket. Ó! Oh. Hát ezt így egész hamar megtaláltuk, viszont így azért vannak bajok. Hova helyezzem ezt? Nagyon jó, de legalább nem kell messzire cuccolni, tehát ez egy jó jel. Ja, a kamerát akartam levinni, akkor a Spirit Box várhat. Egyesbe hagyjuk egy kicsit, hagyj olvasgasson. Ó. Most csak lámpa van nálam, igaz? Igaz. Hogy jöhet a Spirit Box, az MF. Pince lejáró nyitva.
Felnőtt álló szoba nyitva. Gamer szoba. Áramtalanítva és biztonságban helyezve. Nagyon jó. Ó, beszél hozzánk. Nagyon jó. Van sós küldetésünk egyébként. Nincs. Egy bizonyítékunk biztosan van. Az a Spirit Box. Mit érdemes keresni? Keresünk fagyos hőmérsékletet. Alapból sincsen meleg. Fagyos hőmérséklet megvan. Nagyon jó. Mielőtt túlbőszítjük. Ezek szerint ott a pince környékén van. Tehát a dotot is átvisszük, meg a kamerát is megpróbáljuk valahogy úgy letelepíteni. Látszódjon. Bevisszük, csak beljebb visszük a UV lámpát. Mondjuk a szellemkönyvet is lehet beljebb kéne akkor rakni. Jaj. Nem, mert szerintem nem reagál. Nagyon jól átszázza magát. Aha, egy tábla. Melyiket lehetett táblával? Hogy ott egyébként ég a villany? Jó, kimegyünk fényképezőért. Aztán csapatjuk tovább. Viszont az elmefet kihúzom, már most már másodszor sétáltunk végig a házba. És egészen biztos, hogy nem működik.
Moroi, Onrio, Imiki. Nem szereti az áramot. Ezzel gondolom lehet valami dolgokat csinálni. Ne, bezárt. De fotózlak! Nem fotózlak le. Igen, ez a haladó még nem az én nehézségem. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Lehet, hogy nem kellett volna hozzányúlni az a táblához. Moroi. Az benne volt, úgyhogy jó úton haladtunk. Megnézzük, hogy mi volt az utolsó dolog, amit találni kellett volna. Szóval pénzzel most nem állunk jól. Hát körülbelül ugyanannyi van, mint eddig. Hála a képeknek, gondolom. Hőmérő, sót nem veszünk. De most direkt nem. Olyan kicsit elkapkodtam. Ez a számláló? Nem mondod. Hogy lehet ezt bedobni? Hát, hova nézzek? Már jó úton volt. Hohoho! Már cson nélkül, és milyen jól elkaptam. Na jó, befejezem az ökörködést, bocsánat. Jó. Jaj, nem, nem. Jó, nekünk a kis ház. Kész vagyok, indulás. Pedig közel voltunk, nagyon közel voltunk. Na, bocsánat, elkalandoztam. Kulcsot mindenféleképpen fel kell venni. Jó, majd a kameráját visszajövünk. Furcsa, hogy nem kezdek maximális elmeállapottal. Nézzük meg! Nagyon kíváncsi vagyok, szellem. Szellemírás. A könyv nem volt jó helyen.
Hát nem jöttünk volna rá egy hamar. Lehet, hol lett volna jó helyem? Itt ez a kérdés. Kinyitottuk az ajtót. Viszonylag szép. Tiszta égboltos. Éjszakánk van, ahhoz képest hogy mondjuk úgy néz ki, mintha felhő is lenne, de te még telibe látjuk a csillagokat. Megérkeztünk a Denville-i házhoz, amit állítólag szellemek raknak. Benyitunk az ajtón, mert ugye nyitva találtuk. És megkezdjük kutatásunkat. Hát eddig semmi érdekeset nem találtunk. Na de most végre valami jó gamer setup. Arra lettem volna kíváncsi, hogy szekrénybe el lehet-e bújni, de még szám egy búvóhelynek. Értem én, hogy kevesebb van, csak hogy... Hogy így... Mi az? Ez az ajtót nyitva találtuk. Valószínűleg itt lesz valami kis sintalanság nekünk, de hát nincs. Megtaláltuk az elektromos panelt, amit a házat működteti. Ezt felkapcsoltuk biztosan, biztos, ha esetleg a konyhába az elektromos rezsón szeretnénk főzést kézni. Megtaláltuk a szellem szobáját. Mert ez az igen érdekes csont mutat. Vissza is csukom. Szépen ki is sétálok. Lejárt az időnk. Ezt nem mondott komolyan, hogy ezt látja az a kamera. Ez szinte fáj. Fényképezőgéppel mondjuk, azzal menjünk le, meg levisztük a könyvet.
A folyosóra hol lehet lámpát kapcsolni? Kapcsoljunk már ide egy lámpát, hát azt mászkálunk sötétbe. Hova tegyük? Mindegyik ilyen peremes szar, mindegyik ilyen peremes szar, akkor ebbe a sarokba fogjuk rakni. Valahogy így. Mert a kamerázás. Itt hagyjuk egy kicsit. Kozunk be, ott van a csont is, hát ha így jobban reagál valamire. Az elképesztő vájra. Hogy minket öljön. Nem vagyok benne biztos, hogy így látni fogjuk, hogyha belelép adottba. Na, van még egy ilyen pink. És egy spirit boxunk. Mostában a spirit box egész jól beválik. Határozottan nem ért semmit. Fölvesszük a csontot, és akkor végig megyünk az EMP-vel. Egy pillanat, hogy bezavarta volna a villanyt. EMP, EMF, nem jött reakció, úgyhogy szerintem nem reagál rá. Rakjuk, jé, bizonyíték, kihúzzuk, nem cicózunk. Nézzünk, hörmérséket, ja, Spirit Box nálunk maradt. Bekapcsolva ugyanúgy ledobjuk a konyhába. Elég nagy hatótávból működik. Ficás család.
A kameraképen továbbra se látszódik semmi. Úgyhogy elkezdünk fagyos hőmérsékletet keresni. Kellemes hosszú nadrágos 10-11 fok van idekint. Ja. Akkor visszaváltunk. Ez milyen fúlos lett volna. Pillanatra alacsony hőmérsékletet mutat, de nem megyünk fagypont alá. Valószínűleg elhaladt, eljöttünk. Itt 9 fokot mutatott. Most hopp, itt megint 7 fok. Szerintem itt járkál fönt. Kamerát is át kéne helyezni, meg adottot is. Meg mindent. Aj! Annyira rossz. Villanyt azt azért leverte. Ne érezzük magunkat túlról. Egy helyen van, először jön a dot. Már, hogyha simán reagál rá, akkor az már egy bizonyíték. Itt tökéletes, itt nagyjából ezt az átjárót fogja is. Bebasszuk mellé, szerintem. Új lámpát. Így. És akkor felhozunk mindent. Most itt van. Megy szerintem fölfele. Mert át nem hoztam föl. Mi baj, most már az is nálunk. Nem éppen erre gondoltam. Nagyobb lenne biztos, hogy ott jól lát.
Se dai, nem tudunk eleget futni. Oh, túléltük, túléltük. Hú-hú. Menjünk ki, akkor gondolkozzunk egy kicsit, hogy ez mi lehet. Voltak éppen már mindent megpróbáltunk. Spirit Box szerintem nincs. Határozottan kiálltunk. Szerintem új lenyomás sincs. Szerintem hírás az veszélyes. Fagyos hőmérséklet se nagyon volt. Szellemgömb, szellemírás. Hát nézzük meg. Mert az a baj, hogy annyira nem láttunk semmit, de én szerintem a Dodge sem reagált. Mi mit ír erről? Ez alapján nem tudom. Megnézzük. Szerintem nem ez, de majd kiderül. Fantom volt. Hát jó. Nos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor kövessetek be, és iratkozzatok föl. Mi? Nem. És gyertek vissza máskor is. Sziasztok!